A DK szerint a kormány defektes gazdaságpolitikájának köszönhető, hogy másfél hónap alatt 18 forinttal lett drágább az euró. A párt úgy véli, hogy a nemzeti valuta cserben hagyása miatt sújtja leginkább a magyarokat a drágulás. A stúdióban Varjú László. A Demokratikus Koalíció alelnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! De ezt a témát egy picit felülírta, de természetesen beszélünk majd gazdasági kérdésekről is. A kormány mai döntése, amit Gulyás Gergely bejelentett, minden politikushoz ma ez lesz az első kérdésem, hogy mit szólnak a kormánynak ehhez a döntéséhez. Mégiscsak szigorít a kormány, maszk használat tömegközlekedésen, máshol nem kötelező, és hát kötelező oltás, hogyha a munkadó úgy dönt. Mit szól ez a Demokratikus Koalíció? Én azt hiszem, hogy a társadalom már döntött korábban. Egyre többen kezdték el a maszkot hordani a nagy közösségi terekben. Ott vannak, ezt most már napok, vagy talán egy hete is látjuk, hogy az emberek érzik azt, hogy ez a járvány terjed, a környezetükben egyre több covidos beteg jelenik meg, még akkor is, hogyha szerencsésen már be vannak oltva, és a tünetek enyhébbek, mint máskor. Én azt gondolom, hogy mindenképpen aki csak tudja, oltassa be magát, vagy döntsön úgy most, hogy oltassa be magát, és ezzel védekezzen a járvány ellen. De akkor azt jó döntésnek tartja, amit tulajdonképpen meghozott a kormány, hogy a munkaadók kezébe adta azt a döntést, hogy kötelezővé tehetik az oltást? Ugye a szakszervezetek már tiltakoznak, kíváncsi lennék az ellenzéki pártok véleményére is. Én úgy érzem, hogy ezt a döntést ezt meg kellett hozni, és a munkahelyeken a munkatársak védelme érdekében, hogyha a munkaadó ezt megteszi, meglépi, akkor biztos, hogy a szakszervezetekkel egyeztetni kell, biztos, hogy vannak méltányolható esetek, amikor ettől el kell tekinteni. A munkaadó közvetlen emberi kapcsolatai keretében van olyan helyzetben, hogy mérlegeljen, és egyébként a munkavállalójával szemben, vagy a munkavállalójával inkább úgy mondom, megbeszélje ezt a dolgot. De akkor most olyan helyzet van, hogy ezt meg kellett hozni. No, egészen más, és az eredeti témánk, ugye a héten volt a Költségvetési Bizottság elnöke, illetve nem a héten, mert hogy mindig is az elnöke, az ülés volt a héten, bocsánat, ami után kitett ön egy videóüzenetet, hogy tulajdonképpen ellehetetlenítették az ellenzéki képviselők hozzászólását ezen az ülésen. Mi történt pontosan? Gyakorlatilag ugye a kormánynak be kell számolni a parlamentben arról, hogy a múlt évben mire költött el 28 ezer milliárd forintot. Ennyi volt a kiadása. És erre vonatkozóan elindult a zárszámadás, a kormány beterjesztette egy törvényt, hogy mire költötte el, és itt nagyon sok kérdés merül fel, hogy milyen beruházások voltak, hogy egyébként miért nem költötte másra, emberekre miért nem figyelt, és ebben a kellemetlen kérdés sorozatban egyszer csak a kormánypárti képviselők úgy döntöttek, hogy ügyrendi kérdéssel vagy szavazással belé folytják az ellenzékbe a szót, és nem hagynak további kérdéseket föltenni. Mi volt ezzel... erre magyarázat, hogy ezt miért tették meg? 28 ezer milliárdot mondott, így. Ami elképesztő összeg, ezen nem tudjuk ezt felfogni, hogy ez mekkora. Miért folytották önökbe a szót? Tehát mi volt a magyarázat? Érthetetlen, mert lehet, hogy kellemetlenek a kérdések. Lehet, hogy önmagában az emberek érdekében, vagy az értük és az ellenőrzés érdekében feltett kérdések, azok zavarják a kormánypárti képviselőket, de ez még nem azt jelenti, hogy nekik ne kellene válaszolni erre. És ehhez egyébként a jelen volt a pénzügyminisztérium államtitkára, ő volt elsősorban hivatott arra, de valamiért egyszer csak egy másfél óra után, vagy talán még annyi sem, egy óra után megunták ezt a történetet, és azt mondták, hogy na akkor már pedig csend legyen, hogy ne mondjam másként, és belé folytották szót az ellenzéki képviselőbe. Én azt gondolom, ez rendkívül, nem csak hogy rossz gyakorlat, mert ez már régóta kialakult, hogy igazából azokat a témákat engedik csak felvenni, amelyek a kormánypárti képviselők számára nem annyira ellenszenvesek. De napirendre sem kerül. Lett volna egyébként olyan kérdés, ami még nem hangzott el? Én, ha így most belegondolok, egyébként talán nem is, mert az elmúlt időszakban, részben az általános vitában a parlamentben, részben pedig a bizottság ülésen is, ezek a legfontosabb kérdéseket mind elővesszük. És időnként talán ennek a vitának az a tartalma is van, hogyha nem vagyok túl optimista, hogy előjönnek olyan vélemények is, amit esetleg meghall annak a kormánypárti oldalon, és ugye nem fogadják be
egy képviselő módosító javaslataként, de hát ha hat rájuk valamilyen módon. És ezért mi következetesen végezzük a munkánkat, újra és újra javaslatokat dolgozunk ki, teszünk be a parlament erre illetékesé, hogy menjen előre. Picit más minimálbér. Azt mondják a munkavállalók és a szakszervezetek, ugye folyamatosan zajlottak az egyeztetések a héten, tegnap is. A Liga például, hogy közel a megállapodás a minimálbérről, mert kompenzálja a kormány az emelést a munkáltatói oldalon, ugye itt a Szocó, a Kiva, illetve a Hipa, erről a háromról van szó. Mit szól mindenhez az ellenzék? Én örülnék annak, hogyha létrejönne a megállapodás, mert ugye a minimálbér mégiscsak az embereket szolgálja, a dolgozókat és az ő érdekük, hogy ez növekedjen. Miközben én értem, hogy azok a kisvállalkozások, akik egyébként az emberek nagy részét foglalkoztatják, több mint felét, kétharmadát foglalkoztatják, nekik ez komoly kihívás lesz, hogy hogyan tud megfelelni ennek. Erre lettem volna kíváncsi, mert azt gondoltam, hogy támogatják, hogy nőjön a minimálbér, de a kompenzációt, itt a helyi iparűzési adómérséklése, az idén bevált gyakorlat szerint az önkormányzatok tiltakoznak miatt. Így van, de ugye azok az adónemek, amelyekbe a kormány most beleavatkozott, ott van az 1%-os Kiva csökkentés, ugye önmagában, hogyha ezen, ha mondjuk úgy, hogy a kormány nem csak az önkormányzatokkal akarna kiszúrni, és járványidőszak idején elvonni tőlük forrásokat, akkor talán ezt a nyereségadót csökkentette volna. Vagy például itt a pénzügyminisztérium jelentései alapján 30 milliárd forintos többletbevétele van a múlt évhez képest benzinár, a magas benzinár miatt az első 9 hónapban, ez még növekedni fog az év végéig. Hogyha ilyen többlet bevételei vannak a kormánynak, akkor inkább erre a forrásra kellene gondolni. A benzináról beszélünk mindjárt Szilágyi György Jobbikos képviselővel, ez lesz a témánk. Önhöz még egy-két kérdés az ellenzékkel kapcsolatban. Újabb szocialisták csatlakoztak a demokratikus koalícióhoz, ugye ez tegnap derült ki, ezúttal Zuglóban két képviselő ült át a DK frakciójába. Mi történt? Miért ültek át? Én azt gondolom, hogy úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a demokratikus koalícióhoz, hogyha ezt megtették, örülünk nekik, fogadjuk őket. A demokratikus koalíció egy elég erős közösség ahhoz, és elég nyitott közösség ahhoz, hogy befogadója legyen azoknak, akik szeretnék támogatni akár az ellenzéken belül meglévő legerősebb pártként tevékenykedő munkát, és hogyha ebben ehhez kapcsolódnak, már hivatalban lévők, és mi örülünk ennek. Tehát ők döntöttek úgy, nem a demokratikus koalíció keresi, vagy kereste meg őket, hanem ők döntöttek úgy. Molnár Zsolt annyit mondott ma reggel itt a Startban, hogy a két képviselő Tóth Csaba legszűkebb köréhez tartozott, vele is tárgyalnak esetleg? Vagy nem tárgyalunk ilyesmi. Egyébként mit szól ahhoz, hogy egyre többen beszélnek arról, Mellár Tamás, Molnár Gyula, aki egyébként már DK-s, de legutóbb Lendva Ildikó is, hogy nem lesz itt 6 párt a közeljövőben 22 után, mert nincs igazán értelme. Lendva Ildikó azt mondta, hogy ha ő írná ezt a forgatókönyvet, akkor lenne a demokratikus koalíció az egyik oldalon, lenne egy valamiféle jobbik körüli jobboldali tömörülés, és lenne egy MSZP párbeszéd, tömörülés, LMP szövetség is egyébként erről ma ír, a Magyar Nemzet. Van ilyesfajta mozgolódás az ellenzéki oldalon? Én azt hiszem, hogy ma az a fontosabb, hogy a demokratikus ellenzéknek megvan az a megállapodása, hogy ez a 6 párt együtt indul a 2022-es választáson. Minden ezen túl mutató csoportosulásra azt gondolom, hogy ez lehet, hogy valakinek van olyan vágya, hogy ez jó volna, hogyha bekövetkezne, de ma azt gondolom... Maguk a képviselők, vagy volt MSZP pártelnök beszélt ez erről. Ez a 6 hónap ez arról szól, hogy a megválasztott 106 egyéni képviselőjelölt és a miniszterelnök jelölt vezetésével Orbán rendszerét le tudjuk váltani, és ehhez valamilyen formációnak létre kell jönni. Egyet biztosan tudunk, mert a megállapodás része, a 6 pártnak lesz frakciója a parlamentben, és ennek megfelelően dolgozunk. Van most és a 7. frakcióval kapcsolatban mi a demokratikus koalíció véleménye? Ugye Fekete Győr András szintén itt a Startban tegnap azt mondta, hogy támogatja a Momentum a 7. frakciót. Eddig csak az ő véleményüket ismerjük. Én inkább úgy mondanám, hogy visszamennék oda, hogy abban állapodtunk meg, hogy erről a 6 párt egyeztetést folytat, és majd egyébként a végén majd erről beszélnek. Tehát ilyen szempontból zajlik, mint ahogy ugyanúgy, ahogy zajlik, a nagyon fontos tétel, és ebben is megállapodás van, hogy a program előkészítés
kiegészítése, vagy inkább úgy mondom folytatása, mert ugye a közös alap.hu oldalon is elérhető programtervezethez több ezer javaslat érkezett, és ezeket a javaslatokat most fel kell dolgozni, és a miniszterelnök jelölt vezetésével, Márki-Zay Péter vezetésével ezt erről döntéseket kell hozni, mert vannak ebben nagyon fontos kérdések, és egyébként ellentmondások is. Itt adtak határidőt maguknak a programírásra, programalkotásra? Én úgy gondolom, hogy ezt ebben az évben be kell fejezni. Ebben az évben. Ha, utolsó kérdés a listáról, mert tudom, hogy a listáról sem beszélnek, de amiről más is beszél listavezető, Dobrev Klára lesz a DK listavezetője? A Demokratikus Koalíció elnöksége még nem tárgyalt erről, majd a következő időszakban. Szerintem ez egy későbbi feladat még. Egyelőre fontosabb a kabát, a többit utána megtaláljuk. Alelnök úr, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.